come è che mondani hogy mit hozzanak, vagy mit csinálnak, tudod? Mert ők ma másfél éve, vagy egy éve beadták ezeket a ideket. Kérvényeket. Mert olyan nincs kép, hanem nincs leírót, hogy nem tudjuk megnézni. Hogyha nézed a micsoda annak, itt van neki a vík az vím, mert ott van a 1041 perc. Igen. Na, az a régi micsoda volt, azt a régi számot adta még, és azt csinált bele újat, és hozzarakta a 23-as, úgy lett bele 185. Igen, csak először a 23-osból a 110 négyzetméterből csinált 33. Igen, mert ha ránézők képe, az tényleg 33 méter. Arányosan van. Nem számít, az nem egy arot azon a térképen. Igen, igen. És itt van az a lájegy, amit az a levél. A zselem okra, bukra, múmeri. De a vízmegyőző 107 négyzetből 33. Akkor itt van a levél, van a kis hosszúítók, akkor kifesztetek. Na, akkor még nem. Ezért nem világos, nem biztos. De most nézzétek, a 22-es paddala a rajz szerint 157 méter. Igen. A 23-os nem lett 111. Valami hiba volt ott. Csak 33 lehet. A régi szám szerint a jót az a igény. Az 33 volt, mert itt a bíkat vélve aztán ma úgy mennek újra. És itt az a holós ír, amit a kérdés, az azt jól opra úgy ímeri. Hát itt van azt, hogy azt javítsuk ki, hogy a vímer a 100 vízetméter, vímer a vörejük, az a 33. De nem 110 a tónk előtt. Csak a pódet nem, mert az valizó csinálti a parceli. Itt van a 152 meg a 33-as, van itt a gépén már ki van javítva 33 négyzetméter. Úgyhogy mi, és ebből alakult ki a 1441 per 22-es parcella, a 185 négyzetméter, minden valószínűség szerint, nekem a véleményem szerint ezt nem kell benne lenni a határozatba, de igen. Én biztos nem vagyok benne ezek után, a anyagok után, ami ide van rakva. Mert itt már csak 33 van a gépén. Ha nem volnának ennyire közel a dátumok, akkor de nem is lehet időrendileg meghatározni, hogy mi volt hamarabb, ez volt hamarabb, vagy ez volt hamarabb. De be van a rendesen a kataszterom? Karcsi, nem tudod megnézni, mert ez a geometrický plán nincsen beírva, tehát ha meg tudnád nézni, mert akkor ő kivilágítsa ottan neked, és akkor látod, hogy mi a valóság. Az itt van a varga, itt van a overi aladár varga, ott a varga. Ha határozatot akartok erre a 185 méterre, átmegy, ha nem megy, nem biztos, hogy jó. Jó, oké. Okay. Itt van a kritéva is van, itt van a rősen. Jó, hát csak menjünk, na. Visszadobja a túl is, ne? Úgy is itt lukad ki megint. Nem, mert az államban mind a kettő benne van, amit eladunk, a többi is. Rossz szám, azért itt a javítást, hogy szállt. Az államban arról szól, hogy legyen azt a területet a falu igen el akarja adni. Jó, akkor ki van mellette? A tesz szerint az. Tehát állatok az a Hát megnéztem tegnap este. Ja, akkor mindig meg a lézés.
ugyanígy egy pillanatban nem jött a programnak. És az a paragraf? Igen. Az muszáj, hogy egy legyen, mert azt mondom, hogy az a paragraf meg. Egyébként zsíró szoktuk jól veszni hozzánk, hogy a túl vissza más értelmét a bocsán elég, hogy a negyen kettő. Ott van a tehát a... Nem érzik ki a többi idén. Igen, a többi idén lemondak, tehát hogy jó. A többi tulajdonos oda itt a Anda, Anda, Kityó, Anda Pali, Csúlyló, a az első. Nem lesz beírva akkor se, mert az van olyan lehetőség, hogy a kutnapredajnázóvával együtt írják be. No, de akkor... De ezt már nem most kellett volna készíteni, ezt előre meg kellett, el kellett volna készíteni. Na jó, akkor megírjuk rá a határozat, hogy ebben igaza van, hogy lehet, hogy egyszerre írja, vagy nem fog több ledolgozni. Persze, csak... De neked, vagy neked tudni kell leidentifikálni azt a parcellát. Ez a másik, lehet a tajítani? Az a kérdés. Rendben van, akkor ki a mellette a diakszírók egyébként eladva. Mert ezt a tétrakszírók, az azt rendben van. Ott van csak arról van szó, hogy ott ezt róla azt nyitottnak fel, ott a lehallása. Rista a régi. És akkor is vagyok a sőt, amit tényleg. Itt a kérvényükben 1746 van írva, de nincs oda írva, hogy mi az forint, vagy szlovák korona, vagy mi az. Ma már van a 10. De biztos, mert itt már lezárt az a törvényes időpont.
Jer Slovenije zamori prenaje pozemiti kao očeličani. Minuta sljedeća, minuta sljedeća, to je tako da prvi, da mi to hvali tako da vidi da vremeni. Smednica gospodarima je to opcija ručenja od tada, nada vuči tu je. Ovo je bilo makarom i vre, ne? Mi se za sad gospodarima je tu. Akkor ki van az mellett, hogy három évre jó adjuk, mint bérbe ételik ennek a fő területnek? Az a nem. Kis sör. Azért 68, azért 43, meg 48.
akkor ezt is... Itt az a tévedet, itt az a tévedet, ja nem, mert ez több, ez a 800 négyzetméter, ez hol van, de várjunk. 290. Jól van kiszámítva, neki a 3000-ben a 181,14 évente kiszámítva. Úgy jön kinek, hogy 181,14, az 3019 négyzetméter. Jó, akkor az jó, akkor az összeg jó. Akkor csak így volt rosszul írva. Igen, 181,14. Itten van ebből ér. Osztatni egy kortól vímeni 3850-re, csak szép van neki írva, de ez a összeg a 3019. De az nyitva, hogy ott sem mindig tart, pedig 3857, igen. A 14-es pont jel, a szóltkutni, hogy obeszkent az emkut, arra van szó, a 4-4-esmérkedőn szó. Igen, csak az ottan, de ottan pontosan nem a, ha ez jól van ez a detail, akkor szegénynek nem a ház alatt van, de fiami példájára mehet, nem? Ripadok, nem? Ripadkodni, az, hogy ne az legyen, igen. Szkangé, ott predáj. Akkor ripadkodni, az, hogy ne az legyen. De indokoljátok meg, mert a hosszabbik még legyeknek a indokulni. Ez a Rudi Roki. Ugye a Oplokeni résztor. Ez Rudi Lindomó. Ugye a Oplokeni résztor, Rudi Lindomó, a Rudi Roki. Zrelagyoval, Zsival. Ugye a Maluk Vímeru. Látta akkor, hogy ezt nem mondta, ellene van, tartom. Ezt is a Jelosza utányi videóban, a Operadon, a Lidika Balagóban, ezek a készülés mellett a falon, ez a családi láda, amit kiadott a Balagóban, ott a kiadásait. Tehát az, és kész ez azért bele, hogy ezt azért, ez egy utólagos, ezt kiengedte még, vagy nem inkább először kellene? Melyik pont? 15-ös. Mekkora területet, azt tudjuk? Micsoda? Nem terület, ez egy hal. Nem vagy tőle, de mennyi az a négyzetméter, amit ő jött jövő? Egész hasz, mondjuk. Családi hasz. Ez egy családi hasz, mondjuk. Jó, de én azt gondolom, hogy ha valamilyen javításról kerül a sor, akkor legelőször is ezt jóvá kéne hagyni. Igen. Ha ilyen dolgokat jóvá fogunk hagyni, akkor nem tudom, én összeszámoltam, kb. Ez 1221-72, még volt ez realizálva, valaki megnézte, vagy no, mert itt én ilyeneket néztem, hogy itt ugye van, lenni az két aladuk ablakok, van öt ablak, az első, aztán van 105 négyzetméter talajú szakodlana. Alig érzem, hogy mekkora ez. Nagy. Nagy család. Különben úgy Marbóra elég az alapúzóan attól eltekint, hogy elég annyi összeálltok, mert most, hogy voltak elsők, akkor elégben nincs olyan szobor, ne különt kannak tenni. Az egyik dolog, a második, a hátsó részemnek a hátunk ki fog rőni. Én aztán nekik olyan karókot, hogy meg van támogatva. Ez rajokkal, nem? Az igazság, hogy tehát valamilyen módon fő volt az újítva, de szállat, nem, ilyen épületeket még nem is szállandó bír van, mert ebből csak előbb-utóbb van. Igen. Mert olyan rossz alapor van, hogy ez az ember már sírni tud. És sajnos vannak ilyen emberek, akik tényleg nem tudnak más megoldást, tehát muszáj, akik a jövőben szeretnek, azt jól mondjuk. Most ők melyik nehezen keresik a pénzegényi bár, és egyikben megoldottam, hogy tudom, hogy ő inkább megterhelő volt. Nyugodtan ezeket a dolgot meg lehet nézni,
abban ki vannak cserélve, a klaudiót ott van, tényleg le van rakva. Szomorú az, hogy, ugye utólagosan van ez most már barba, de meg volt ígér, a polgármester úr megígérte, hogy igen, csináljátok vissza lesz illetve. Ez a polgármester szóbeli engedélyt adott rá, ennyit tudok. Financial control, nem tudom, vagy megcsinálják. Csalánok, 5-ös csalánok, 6-os
Potos pontja, nájemca je povinný zachovať pôvodný stav bývania bytu. Nájemca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. A prenajímateľ vykonáva úpravy bytu na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, nájemca povinný umožniť ich vykonanie inak zodpovedať za škodu, ktorá v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti nutne prenajímateľa. Ale to je zjednáme na lakásoknál. Hát, no azért kérdem, hogy ez ja, így kapta fáról megy. Kompa van, egy csöpöt más, de, de biztos benne van ez is. És akkor most mi legyen most akkor? Hát gondolod, hogy megcsinálható volna úgy, hogy nem tudja azt a infót? Hát ez valaki azt mondta, hogy biztos meg a másik dolgozat, hogy nekem lenne 2100 euróm, vagy 1300 euróm 3 évig benne, ha csak itt belém osztalt, hogyha meg... Verték már nagyon sok. Hát én nem emlékszek rá, csak egyszer meg verték. Hát még te így sem voltam már lejárt. Én a 13 hónap alatt egyszer hallottam. Na hát az egyszer előtte is itt van, hogy így volt. No, ezt le kell zárni biztos, hogy meg volt ígérve. Meg volt ígérve, de akkor legközelebb olyan nincs. Már ide jön 30 ember, ide jön 30 ember, itt a következő, a izénél is, a Mariettánál is, ez megint a 30 dúban itt van kettő. Megint a 28-as városú. Ennek meg engedett, akkor mi alapján nem engedjük meg a többinek. Ennek olyan szerződésnek kell lenni, és olyan vérbe, ami lakható. Arra még tudom csinálni a szerződést, és hogyha valami van, arra vannak, amik félre vannak rakva a pénzek, lakásjogításokra, és abból nincsen. Itt a következő, aminél szintén se béleti szerződés, semmi nincs. Milyen, mi alapján kezdtek ők javítani? Ő akkor mehet be, ha megkapja a legelősorban a szerződést, utána megkapja a kulcsot, tehát van egy valami, amit be kéne tartani. Mert most mi itt ezek, ez, jó, kifizeti a község. És mit fog bekönyvelni arra ezért a 225 euróra? Ezt? Azt nem lehet, Tibor. Maximum elengedheti a megyet. Igen. Semmilyen más lehetőség nincs. Másik dolog meg, ezt a lakást, ha nézem, akkor mikor kiurcukodik onnét a előző bérlő, az azért van ez az alapész, azért van ez az első 6 hónap letéve. Ott ült a Mariette, amikor azt mondták, itt mondták, egymás előtt mondták, hogy ők mindent megcsinálnak, csak már tudjanak gyorsan átköltözni. Itt ült a Mariette, ott én ott ültem, még nem voltam képviselő. Itt ült a Mariette. Akkor attól kírje, aki... Ők azt mondták, hogy gyorsan át akarnak költözködni, hogyha akármilyen állapotban is van, de gyorsan át akarnak költözködni. De akkor a hivatal miért adta vissza annak előzőnek a pénzt, mert azért volt itt az alábeszkedve. Éppen azt akarom mondani. Akkor azt lehet visszakutni, hogy az arra szolgál. Hogy akkor abból meglenesen csinálj, és akkor nem fog meglenesen csinálni. Én végigolvastam még egyszer ezt a levelet. Hát ebből a levélből, ebben van 5 totál, így merem azt mondani, a totál hazugság. Én ültem itt januárban, amikor behívattam a Mariettát, és megmagyaráztuk neki, hogy van olyan alternatíva, hogy nem lehet visszamenőleg aláírni a szerződést. Oké, van valamennyi, hogy a apukája dolgozott, meg nem tudom ki mindenki dolgozott, hogy mennyibe került neki. Beleegyezett abba, hogy a augusztus és a szeptembert nem fizeti, és október 1-től fog fizetni nájomnak. Csak ment a idő, volt húzva idő, és antidatával nem lehetett a szerződést aláírni. Akkor lett egy szerződés 27-3-mal, és még mámon 5 hónappal később is, vagy 6 hónappal később is ott állunk, hogy azért nem írom alá a szerződést, mert a 3 hónapomot nem akarják kifizetni. Akkor ez meddig lesz? Én ezt már áprilisban azt mondtam a polgármester úrnak, hogy ki kell rakni a Mariettát, és lehet, hogy föl kell.
És a Marietta... És nem én tárgyaltam volna, ott ültem azon a szék, itt a sarokban volt a szék, ott volt a Marietta, meg itt volt még egy valaki. Ibolya, ő azt mondta, hogy oké, ő aláírta, és a Marietta azt mondta, hogy ő fogja elbetakaróba kötni, addig még ez nem lesz meg. Igaz. És azért mondom, hogy ez így, ahogy van, Marietta, fogod látni, ez így, ahogy van hazugság. És ez csak manipuláció azzal, hogy manipulálsz olyannak, ami a múltban nem, amit nem tudsz bebizonyítani, senki sem tud meg bebizonyítani múltban. És ha gond, jöjjön ide, és mondja a szemembe, hogy nem így volt. Mert már a hülyét nem kell csinálni azért egy-egybe mindegy. Mindenki vétett, de próbáltuk oldani, próbáltuk, és most 9 hónappal később ugyanott vagyunk. Megvoltak, mikor előszedtük a micsodákat, a bérleti szerződéseket, valami nem volt, automatikusan húztuk be. Én konzultáltam a polgármester úrra, hogy mi volt akkor a megegyezés. Az volt, abban ment bele a Marietta, hogy a augusztus-szeptembert, mivel hogy ő nem tudta használni a lakást, igen, hogy reálisan nem tudott ott lakni, meg akkor valami volt a hátgerincivel, vagy a anyjánál, valahogy úgy volt, hogy akkor az hogy a hónapnak ne kelljön fizetni. Volt egy olyan alternatív, hogy oké, azt a 2 hónap el lesz neki engedni. De ő alá is írta, hogy ő abból egy szobásból kiment. Augusztus 31-jel meg volt egyezve, hogy jó, akkor szeptember az átcsinálta, és október 1-től fizeti ezt, és nem akarja aláírni mai napig. Timi, de itt még annyi, hogyha itt a lakást valamit át kellett neki csinálni, akkor azért mondom, hogy ez a hivatalvétel, én ezt aláírom. Annak az előzőnek. Előzőnek. Mert itt vannak a képek, hogy milyen állapotban. De én még akkor ezzel nem foglalkoztam. Én nem tényleg mondom, csak. Persze, az hiba volt, én tudom. A visszafogom azt a kérdést, mert nem volt sajnos is. Januárból lett egy eset. Persze teszem, mert azt nem a Mariettának a saját időkörülbe tette. De ti nem adhatok a Mariettának bízt. Itt arról van szó, hogy akkor ha rendbe tette, és ti nem fogtátok vissza azt az ABSZ-t, akkor valamilyen kompromisszumot kell kötni, akkor van egy elengedni neki, nem 2 hónapot, mert 2 hónapig abszolút nem tudod benne lakni. 27-3-ban, egyikünk sem nem tudja, hogy javasló. Én direkt bejöttem, mert akkor már polgármester úr visszavolt, mivel hogy én tárgyaltam a Marietta, direkt leültem, és kérdeztem tőle, hogy mondom már megint mi a baj, hogy nem akarja megint aláírni a szerződést. Én kérdeztem személyesen, hogy mi a fene a baj, hogy már nem neki nem elég a 2 hónap, akkor már volt olyan alternatív, hogy akkor egy év végig van elmicsodálva neki. De már 9 hónap el van maradva. Ahhoz képest, amiről azt mondta, hogy oké, abban beleegyezik. Úgyhogy az, hogy ide azt írta, hogy 27-3-tól ő nem kapott návrhot, no az nem igaz. Mert minimálni Szlovénia megkapta a 3 návrhot. És még holtán fizetni is. Az rendben, tehát valakivel ki akarsz egyezni, valahol már lejűsz velem, és megmondod, ez jó lesz, ez nem lesz jó. Itt ül, a ketten ültek, egyik aláírta, a másik meg nem. Nem a műtefizet. Hogy? Nem fizet. De blokkja van. Most nem fizet? Most nem tudom. Nem volt fizetni. De blokkja... Én úgy tudom, ha nem fizet. De blokkja van neki arról, hogy tavalyi évben, amit most beszélünk, hogy el lesz hagyva szeptember, október, vagy november-decemberre van neki még akkor juxta volt, hogy én nálunk fizette be most valamikor ebben évben, január-februárban a tavalyi november-december. És most még arról van szó, hogy legyen neki elmézve az a hónap. Aztán azt mondta, hogy akkor azt, amit befizetett tavaly, legyen január-februárban, mint hogy akkor befizette áréved, hogy azok a hónapok legyenek elnéze. De ő mikor hurcukodott át a másik lakásba? Mondom, és még előző lakásból tartozik? Egy szobás lakásról kifizette egész évben azt 54-10-valamennyi nálunk. Egész 12 hónapot, sőt még egyáltalán több volt neki. Jó. Meg volt, ki volt számítva, és van táblázatom, hogy akkor még mennyit kell neki hozzafizetni, mivel már átment a 3 szobásból. Na. Igen. Aztán egy Ibolyából meg volt egyezve, Ibolya bement egyezve, letettem a kifizetést. Az ABSZ-t, minden, ő rendesen fizeti, pláne hogy jelenti a Ibolya. Marietta nem. Volt bár már fizetni ebbe, nem mondom, hogy március, vannak neki bár van könyvelve. Nem, hogy én nem tudom mennyi, akkor fizette róla, hogy az most ott lenne. És most szerintem arra van, hogy most mi van, mert nincs neki nagyon az hovája, akkor megmondja, hogy nem fizeti. Mi alapján? Mi alapján? Akkor milyennek alapján a kétben? Hát is száz. Igen. Én tudom, hogy vagy azt mondani, hogy figyelj, hónap után menjél ki, ha nem tetszik, mert bárki lesz ott, sorba állok akármennyien,
Vagy aláírod a szerződés holnap úgy, ahogy van. Pontosan. Akkor kap egy főszólító levelet. És kap egy Memorial-nál szkalatkát, amire azt fogjuk mondani, hogy a Memorial-nál szkalatkát, úgy, hogy vikrivati oszemeziacol. Ez lesz a ára. És miért nem volt ide hívva akkor, hogyha ilyen kompromisszumos dolog vagy na, ilyen? Nem, no, azért mondom, hogy még nem tudjuk azt, hogy... Én minimum kétszer behívottam. Én. Mikor itt voltam. Ugyanezzel a témával. És ugyanott látom, hogy ugyanott van, és ugyanazok a ürügyek, mint a témák vannak előhozva. Ugyanaz van, mint 9 hónap ezelőtt. És ezért én utálom, ha valaki hülyébe lesz. Mert ez engem is érint, nem csak a polgármester. És még azért érdekes dolog, hogy ez a zsiradoszt már itt van, április 12-én. Bizony. De a blokkjait nem hozta, amiket befekt, arra vartunk. Itt van. A blokkjait most hozta nemrég. Nem voltak ott a potkronik. És nem is adta oda originálisan. Csak a volt fény, most úgy hozta hozzám, az Amarietta. Ezt mondom, most hogyan vagyok. Erre vartunk, hisz házhogy hoztam. Ebben nem is mehet a látás. Csak a program. Csak a program. Hát hiszed az program. Ahol? Hát oké. Mikor kapta meg ezt a lakást, mondjuk ő is 19-17 tavaly? Tavaly. Ez vagy január, vagy július. Akkor most itt a júliusban, hogy ő már be a lakásban. Azért mondom. Istenem, hogy de... De akkor gyerek, hogy bele találta, hogy milyen állapotban van. Nem, hogy értsétek, hogy hogyan érted, hogy érted. Ezeket a dolgokat nem szabad így átmenni. Ez volt a januári munkákat látom. Minden egyes blokkot, meg ami jöttem bank számozott szivonatról, minden egyes lakásnak a... Befároztuk azokat, amik vannak. Maradtak ki üresek, és azok alapján lettek kezdve egyeztetve azokra emberekkel, hogy van-e neki papírja, vagy nincs-e neki papírja. Ha nem volt neki papírja, akkor ezeket küldtük ki upominkánként, mikor volt? Február plusz nincs. És akkor kezdték el lényegében fizetgetni a egész múlt évet. Most azt hiszem, hogy elég jól állunk ez alapján. A múlt év az úgy, ahogy plusz-mínusz megvan. Valaki van, ugye? Főszólítjuk őt akkor hozzá, a originál blokkot meg is. Itt van befizetve, de adom szerint egyszerre fizettek ilyen 11 ér, plusz egy nem is ér, ennyi még forgatok, és az idején... Én nem hiszem, hogy meg foglalkozik. Ez egy tragikomédia, hogy mit oldunk még itt. Ez egy tragikomédia. Fél óra. Ez egy maskarasabb. Se preparáció protokoll, semmi nincsen. Senki semmit nem tud meghatározni. Én azért mondom, hogy mind a két oda itt létezik. Ezt én mondom, csak azt, hogyha te leütetsz valakit, és behívod azt a oldalt, akivel nem vagy megegyezve januárban, meg aztán még egyszer márciusban, akkor ne kölyön még szeptemberben ilyen levelet írnom, ami hülyébe vesz engem egy-egyben. Nem szeptemberben van írva, hanem áprilisban van írva, úgyhogy... Áprilisban volt írva, de hát én nem tudom. Tehát majd blokkot volt, meg most hozta, vagy úgy? Egy hónapja, vagy blokkot. Menjünk tovább a játék címet. Menjünk tovább, már ez egy tisztot fejezik. Jó, de most nem tudom. Hát erről jelent. 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 Nem, én ajánlom, hogy legyen még ezen a héten, vagy jövő hét elején, legyen neki írva a levél, és megmondani, hogy tato je náš návrh, ktorý by sme akceptovali, ak nie, tak do troch dní ho pustíte. Lebo nemáte na alpnu na rýmu sa zmluvu. Nemáte sa na ďalšiu dolog, z ďalšiu dolog. Azért mondom, ja navrhujem vám, aby ste do toho urobili, és akkor van egy alternatíva, meg kellett mondani, hogy mennyi ideje van. Egy bízva nem jelent ki neki, hogyha a szégyel... Na základe nincs. Nem, tato je náš návrh, že doplatí, jednu mimoriadnú splátku by sme dali do tohoto, do zmluvy, és a többit meg mehet úgy. És hogyha mi alapján alapítsátok, hogy azt a mimoriadnak splátkát. Az is igaz, hogy akkor egyszerűen oda van menve. Az alapján, hogy preukázat jelenti. De valaki oda engedte őt, valaki odaadta a kulcsokat. De mondom, hogy ez nem egyszerű dolog. Itt a szerződés mindig két, hogyha én aláírom a szerződést, és azt mondom, hogy nebolo stave, ktorý je podľa tej zmluvy, akkor nem megyek bele.
ő döntött úgy, hogy abba azt itt... Még alá van írva, benne van a szerződés. És azt mondta, hogy bármilyen abba, olyan sztabba, mert minél gyorsabban menesebb. Oda van beleírva. Most 4 év múlva azzal foglalkozunk, hogy nem volt olyan alapítva, mint aminek. De benne van a Ovcsianszki zákonyika, ahogyan előbb a Tibor is mondta, hogy te neked a lakást lakható állapotba kell kiadnod, és nem olyan állapotba, ahogyan ott van a képen. De várjál, ha ő azt aláírta, hogy átveszi abba állapotban... Nem írta alá, nincs aláírva, Kalcsi. Ja, elmondom, hogy itt mind a két oldal... Mind a két oldal... Itt nem küldhetsz hívván, nem küldhetsz semmi eset. Ha akarod a helyzetet, és még 9 hónappal utána is, és ugyanaz az van, és hát én nem tudnám a lakásba élni, ha nincsen aljónász múlám, akkor most mind? Most hol? Én csak mondom, ez nem mondtam, de nem ide tartozik. Biztos, hogy ez nem ide, ez nem testületre tartozik. A képviselő. Itt a legnagyobb probléma az, hogy szerintem az lakásvásárlók elismerve. Igen, Tibor, ez igaz, csak már visszaidőben maradjunk. Igen, én még. Szerintem a 15-ös pont, nem tudom, hogy nem tudok már figyelni, de hogy mit határoztunk? Semmi. Nincs, nem lehet. Akkor 15-ös, 16-os, akkor Beren Hamedomi kész, ennyi. Ne oldjuk, mert nincs mit tisztul. Realizálják az egészet, ha utalannak, persze, mert az Almer megvan.
hogy ezek be fog menni. Most, miről szavazottak? Valóságban arra tudunk szavazni, hogy igen, arra nézett, a Görbetecki plan alapján, meg a realizáció után, hogy igen, akkor nem van. Arra tegyük. Azt fogja megfizetni. Ahogy veszély realizálom, kell nekik csinálni geometrické zámerányért. Azáltal egy geometrické zámerányért, okrámlej ho plázma, pred 22 kV-tové vedení, és arra megy rá vecnejben. Igen. De csak a realizáció után? Utána, mert eddig nem tudjuk. Vagy rajzolja be pontosan a plaszát, számolja ki négyzetméterre, mert most minka lesz, jól adjuk, akkor letárnálunk 3,5 hektár. Mennyit? Sokkal többet. 3,6 hektár. Mennyi? Sokkal többet! Sok-sok hektár! 71 ezer négyzetméter, még 36 ezer. Sokkal többet! Akkor 10 hektár. Irdatlan! Akkor ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Hát az egyébként. Hogy írjuk, akkor hogyan legyen? Ön nekik ahhoz, hogy én szerintem elkezdi. De hogy választ írni erre a levélre? Hát az a válasz, hogy írva, hogy rajzoljanak be, úgy, hogy számítsák ki, hány négyzetméterre akarjanak. Hol fog menni, hány négyzetméterre? Még én is személy szerint én olyat is kérnék, mert én ha jól látom, ott fog menni, olyan kérdést is felvetőnek, itt bemennek a tűzoltóautók. Na az alatt, a idő alatt, hol fognak érni a tűzoltóautók? Hol lesznek autók? Mert ott aztán nem lesz mondás. Mert ők ezt meg tudják úgy csinálni, hogy átmegy. Nem tartanak sokan, mert ez a gépen 0 perc. Folytonra gondolom, mert a part mellett fognak elmenni, pont a tűzoltók járnak ki. Tehát azért ezek tisztázók előre, nem hogy aztán ott a bugod lesz. Ez is engedi ide szerintem. Ez óriás nekünk az. Hát a építés engedi, hogy a kérdezhető, akkor ott nem jó. Azt mondom, hogy azért ezek többeknek van kérdés. De ő szépen ide a levélben vele is írja azt, hogy zamerený na základe geometrického plánu, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby prospekt spoločnosti. Iš i azek do parcelágo les vyčlenené. Ő ezt leírtál, most én nem értem, hogy megint mit akar. De mert a szerzés ugyan írva különben, az a budúc egy búvóhoz rejegyény értmény remélt. Tehát akkor jövőben egy szerződés, mert nem a rendes szerzés akarja, hogy hova vagyunk. De mi ezt már jól válhattuk, hogy igen lehetséges. És amikor jobban hattuk, akkor is pont arról beszéltünk, hogy itt egy nagy területről van szó. Mi egészen most mit írunk? A válaszba beírjuk az összes parcellát, amit felsoroljuk. Nem, ez valami olyan tőlem, hogy egy minimális, mindenki zárjus van, hogy olyan tétképpen, ami... Az a vagy a projektor, vagy a dokumentáció. Prestálod meg fogolni. Hát, Tori, úgy ezt fúcsász, hogy akkor podcast. Prestálod meg fogolni. Ez mi azt így, hogy mi akar ez lenni, én ahhoz ez? Na zárkodj! Persze, ez konkrétan, traszolványi meg... Na és most még egy kérdés, hogy lenne ezt a 4 eurót, ezt ők ajánlottál? Igen. Hát mi most csináltunk egy gáz pripolykát hosszú falura 17 euró. Bár a prezsúni meter. De ekkora csomó. Szóval ez szimpozik, amit mondjuk most ide. Hát azt ő elé járatott a falu. De hát... Hát nem, tényleg, ahogy dolgozzuk, lehet szőfelé, ha most végzünk. A 4 euró az egy akkora táborra semmi. Mert most miről szól? Az arról szól, hogy a mi parcellánknak a értéke az a autóra. A nulla. Meg még azért mondom, 22 kilovatosú, mert honnan van. Se nem épített, hiába diet. Az Ukrajnai paszmúl, hány méter Ukrajnai paszmúl van. Igen. Azt is nézzük meg. Azt szerintem 15 méter. Én is így tudtam. 15 méter volt, amit be fog rajzolni, tudod? Így van, és az életben abszolút szeretnék. És azt, ha már okrani pászmó, ők adhatnak vényünk át, ha jól tudom, okrani pászmóból.
és azt én kérném a... Ezt a jövőre nézve, hogy ha valami lesz ott, akkor nem, hogy az legyen, hogy aztán légy szíves, mert a másik akkor ő azt meg fogja mondani, és azt mondja, hogy vedd meg magadnak azt, hogy ugye mennyiség fog adni fel. Az igaz. Az is ez az, amit mondtam előbb, hogy ők nekik muszáj lenni projektbe. A projektbe be van rajzolva a kábel, arra ilyen predbežné geodetické zameranie, vrátanie ochranného pásma. És akkor vypočítá, mennyi az a meter štvorcový, ktorý amelyikre lesz vecné bremenu, és annak alapján dönthetünk mi. Mert mi nem tudjuk, érted, ő mostan beleteszi egészet, vagy a kataszter ráteszi a pecsétet, most 15 hektárra meg se tudsz moccani. Abszolút. Mert múltkor azon beszéltünk, ez a DNK-ből, hogy jön minden, hogyha netán valamikor a jövőben tényleg valamit akartam csinálni, oda tesz egyik oldalú, másik oldalú 15 métert, és ennyi. Meg sem mondsz. Semmit nem tudom. És itt most az egy komoly rossz. Az egy komoly. Mert most példát mondok, hogyha akarna csinálni valaki egy lépcsőt a szoridőn nyelvén. Már nem emberi. Már benne van okran, de az már nem fogja megengedni. És azért mondom, hogy ezt a kicserélni a biotvonat, mi a centréba prijednak, aj ochranné vzniezol. A retransformátort akarja a borozó udvarja. Ez körbe van, azt tudom, mert volt bemiretve a tűzőtosszett a borozó udvarbú, aztán megy a tűzőtosszett, megkerül. Ideiglenesen van megoldva. Ezen a kerítése. Mert a kábel már új, tehát a mi utcánkon a kábel már új. A kábel új, akkor bementek a borozóba, az a transformátor szűnik meg teljes egészében. Az a kábel, hogy megy az a... A Bombinyom utca attól, hogy abba a trafóba. Így van, és aztán ezt a trafót akarják kéktartni, az a ujja, amit majd a 36-30 méter fognak főzni. Na, de a másik meg ott van a polifunkciós, nincs oda, ott van a terv valahol, az is belátsik abban. Hála, persze, hála. Most, hogy az említsenek a kábelt, hogy nehogy az legyen két, vagy egy, vagy három. Meg mi pont azt akartuk, hogy ezt a kábelt tegyék arra. Tegyék arra, hogy ne legyen a okrannék pászlóban, most meg adunk rá engedélyt, hogy csinálják. Úgyhogy minden esetben ez csak akkor, hogy... Ez nagyon lepő konzultálni. Akkor az vajunk egy ugye jasné, krasovanné, ochranné, tuda ochranné a pászma. És úgy, hogy mondta... Ugye muszi egy obszalvány, egy nyéktől, hogy mindent egy nyert. És úgy, hogy mondta, ha van rá, akkor alkotjunk, mert tényleg itt van ugyan, hogy most kitaláltad egy összeget 4 euróval, hogy jól tudom, hogy hát az... azért... A leges, legbelteltebb, ami létezik. Na én ugye nem, 4-20 euró. Ajánlod, még a izé, önnek a számér van elfogadva. Semmi összeg. Az csak egy kiindulás, hogy igen. Hát jól van, ma fekszik, úgyhogy próbálkozunk. Még nincs is próbálkozunk. Még mindig is próbálkozunk, aztán meg abban a tízban, de mindig meg kell találni közösségre. Mert sok mindent lesz ottan, az komoly összeg lesz. Mondom, itt a okrán, mert azt mondom, az nagyon izé. Hát ettől itt azért mondtam is, hogy az emberek látni. Hát ugye önnek jelenni fog kérdelni, nem tudom, hogy ezt elcsökkentetik, mert ott nincs veszélye. Ott nincs olyan tart, hogy nem tudom, azt leteszi, bár arra 80 centire főbe, ki van jelővel, mink is húztunk, nincs ott semmi van tart. Mert ott például a art is ütne, vagy valamilyen zárlott van a kábelben, az automatikusan kikapcsolja. Mert most itt az van a lényeg, hogy megcsinálnak, ez mind ilyen körökbe kötik, tehát ha kiesik a egyik trafa, akkor megy a két oldalról van táplálva. Ezeket meg kell nekik csinálni. De a legjobb oldat van, hogyha például ötödik valaki, itt lett volna egy kompetens ember, és akkor azt mondja, igen, ez erről van szó, ennyit tudunk, és utána megoldani ezt a... Mi van elhívjuk, amit csinálta, nem tudom, hogy hívják ezt a tervezőt, most leülünk vele, vagy projekt valamikorítók váltak, ugye, és megbeszélni ezt, konkretizálni akkor, hogy mennyi a... Én őszintén megmondom, hogy én inkább konzultációra van, valami nagy villanyos projektem most hívnám, csak így, hogy mondja meg, hogy mit az. Mit azt kell, mit lesz, mert csak beszélünk a Abesszal és Simon. Azért nem. Ez nem probléma. Azok, szólok valamelyik ismerősnek, azt megkérdezünk. De őtőlük tőlem, tudod, hogy tényleg, és aztán megbeszélünk. Mert így most döntünk valamire, most nem tudjuk megbeszélni. Ezt, amit ők írtak erre, ez nem nagyon sok jól van. Száz tíz kilovoltig okrannet lászmon méter egy
na obidvoch stranách krajného kádu a podzemu. Ott nincs, nincs. És 22 gáznál van, arra magas nyomású gáznál van, a 15-20 méteres vége. Do 110. Do 110 egy méter? Mind a két felé, hogy két méteres áll. Akkor is megkörnézem, nem hogy barátok olyan baj. Szünet. Egy tartani két percet meg. Ha még Júli írja meg, hogy írja a kérdéssel, akkor